köszöntöm közben meg hallgatások megjelenteket. A TTI-ási hivatal 2013. január 1-től az ország 172 helyén elkezdte a működését. Nem hallható. Tehát 2013. január 1-én elkezdte a működését. Egyrészt a volt okmányiroda épületben, másik a Téti kistérségi irodaházban látja el a feladatát. Amikor ezt a kérdést megkaptam, elkezdtem gondolkodni, hogy utcáról bejött emberek, és nem akarok senkit sem megbántani, de hogy tudnak egy képet alkotni egy hivatal működéséről, és miért jött létre ez a járás. Az itt lévők zömét így végignézem, ez a járás fogalom, ez nem idegen. A járások kialakulása a 16. századra tehető vissza, történelem során változó területi feladatokkal látták el feladatkörüket, és 1983-ig működtek. A történelmi járások a megyén belül a területigazgatási feladatokat látták el, egyszerre voltak a központi hatalomnak a végrehajtói és a helyi érdekeknek a képviselői. A 19. században, amikor kialakult az önkormányzati rendszer, magyar közigazgatás követte ezt a több száz éves területi felosztást, hogy megye, járás, község. Ez volt az alapja a magyar közigazgatásnak. Amikor kialakultak az önkormányzatok, ez a rendszer a II. Világháborúig működött. 1949. augusztus 20-a kihirdetett alkotmány már kifejezte, hogy 1950-től jön a tanácsrendszer. A tanácsrendszer lényege, hogy az állami igazgatás és az önkormányzati igazgatás gyakorlatilag egybe vonódott, tehát nem jelentett különbséget a két fogalom. Igazából a tanácsok a központi, megyei igazgatási rendszernek a részei voltak, és 1950-ben nagy járás átszervezés történt. A téti járás ezen az időszakban, a Sapporai járás megszűnt téten működni. A járási hivatalok továbbra is megmaradtak, első és másodfokú hatáskörbe jártak el. Ez a mikrofon, ez nem akar megállni, polgármester úr. Fogja? Az. És gyakorlatilag a városok és a járásmegye gyakorlatilag kiüresült a feladat ellátására, és az államigazgatási feladatok intézése egyszerűen összekeveredett az önkormányzati igazgatással, és 1983. december 28-án a Magyar Közlönyben egyszerűen egy rövid hír megszületett, hogy 1984. január 1-ével megszűnnek a járások. 1990 önkormányzati rendszer létrejötte, visszaálltak az önkormányzatok, megszületett az önkormányzati törvény. Igazából a területi közigazgatás, mint államigazgatási feladat, ez úgy elsiklott ebbe a rendszerbe. Egyrészt a dekoncentrált államigazgatási szervek látták el ezt a feladatot, és amik nem kerültek a dekoncentrált szervekhez, ott az államigazgatási feladatok jelentős részét a jegyző látta el önkormányzati igazgatási feladatok mellett. Egyes kiemelt feladatokat, mint városi jegyző látta ezt a feladatot. A járási rendszer a központi igazgatás átalakításakor betöltött föl, megszületett a jó állam kialakításának egyik fontos állomása. A modernkori járások kialakítása hatékonyabb, költséghatékonyabb, ügyfélközpontú területi közigazgatás megteremtését szolgálta. A kormány célul tűzte ki egy modern közigazgatás létrehozását, aminek legfontosabb szempontja, hogy minél hatékonyabban, korszerűbben működjön az emberek államigazgatási ügyének a véghezvitele elintézése. Ezért született egy stratégiai program, ami kitűzte a szolgáltató állam létrehozását. Ennek megfelelően három általános cél lett kitűzve, és annak üzenetei kerültek meghatározása. Professzionalitás, megbízhatóság, költséghatékonyság, versenyképesség, szervezettség, ügyfélközpontoság. A kormány fent megjelölt stratégiai programját operatív tervben folyamatosan hozta létre, és létrehozta a szolgáltató kormányhivatal modellét. Az ezt meghatározó hatásköré szervezeti reformok véghaladtak az államigazgatás teljes vertikumán. 2010. szeptember 1-én
a fővárosi megyei közigazgatási hivatalok jöttek létre, az államigazgatási, regionális államigazgatási hivatalok jogutódjaként. 2010. január 1-én a fővárosi kormányhivatalok, megyei és fővárosi kormányhivatalok jöttek létre a szakigazgatási szervek összevonásával. És eljutottunk 2013. január 1-ével, amikor az ország területén megkezdték a járási hivatalok a működését. Ennek megfelelően a téten is járási hivatal jött létre, amely illetékességi területe 14 településre terjedt ki. Árpás, Csikvánt, Felpénz, Gyarmat, Gyömöre, Győrszemere, Kisbabot, Mérges, Móricida, Rába Csécsé, Rába Szent Mihály, Rába Szent Miklós, Szerecsely. A itt létrejövő járás Győr-Moson-Sopron megye egyetlen hátrányos besorolású járása a 292-2014-es kormányrendelet szerint. A tétjárási hivatal 17 fővel jött létre, tehát ez az engedélyezett létszám, ami gyakorlatilag két osztályból áll, egy hatósági, gyámügyi és igazgatási osztály és egy kormányjoglap osztályból. Az államreform első ütemeként, itt folyamatosan jönnek az államreformok, amik teljesen átalakították az egész közigazgatást, államigazgatást és a járási feladatokat, hogy a jegyzőtől az állam visszavette azokat az igazgatási feladatokat, amik korábban államigazgatási feladatok címzettje voltak. Így a járási hivatalhoz kerültek az okmányirodai feladatok, lakcím nyilvántartás, személyigazolvány, útlevél, gépjárműigazgatás, egyes gyármügyi és gyermekvédelmi ügyek, egyes szociális ügyek, tehát ilyenek az időskorok járadéka, alanyi jogon járó közgyógyellátás, hajléktalanok ellátása, alanyi jogon járó ápolási díj, köznevelési feladatok, egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezése, egyes kommunális típusú ügyek, egyes szabálysértési feladatok, helyi védelmi bizottság megteremtése. Itt szeretném kiemelni a helyi védelmi bizottság létrehozását, ami gyakorlatilag egy új feladat, a területi védelmi feladatoknak a meghatározása, tehát itt fel kell készülni a katasztrófa védelemre, az igazgatási tevékenységekre, a települések összehangolására, és a 2013 első időszakában, amikor volt a nagy hó, rámutatott arra, hogy mennyire szükséges, és mennyire széttagolt az önkormányzati igazgatás, valamint nem vagyunk felkészülve a katasztrófákra. Ezt azért sikerült megoldani, de nem teljes mértékben sikerült ezek a feladatoknak az ellátása, de ez megfelelő képet adott, amikor jött az árvíz 2013-ban, a helyi védelmi bizottságok, a megyei védelmi bizottságok el tudták látni a feladatukat. Tehát Magyarországon ez az árvíz úgy vonult át, hogy jelentősen, az átrendeken kívül jelentősebb károkat nem okozott. A jegyzőnél maradt feladatok továbbra is a birtokvédelmi eljárás, példálozók, hogy mutatom fel, mert hagyatéki eljárás, anyakönyvigazgatás, adóigazgatás, adóvégrehajtás, egyes építési igazgatási feladatok, kereskedelmi engedélyezés, parlagfűmentesítés, iparigazgatás, helyi önkormányzati rendeletalkotáshoz kötött szociális ellátások, gyermekvédelmi támogatások, helyi állattartási szabályok végrehajtásának ellenőrzés végrehajtása. Ezt követően jött a következő államreform. Gyakorlatilag a mai formát a járási hivatal a 2013-as január 1-es megalakulása, 2015 április 1-én volt egy belső integráció, és 2017. január 1-ével érte el a jelenlegi formáját. Ezek az átalakulások mindig azt jelentik, hogy osztályok kerültek összevonásra, az önálló gyámhivatali tevékenység beépült a hatóság és gyámügyi osztályba, később viszont a hatósági, gyámügyi és igazságügyi osztály működik. Ezek az átszervezések mind újabb-újabb feladatokat tettek az osztálynak a feladatára. A hatósági, gyámügyi, igazgatási osztály feladatáról szeretnék egy-két szót elmondani, fő csoportokba. Ide tartoznak a gyermekvédelmi, gyámügyi igazgatási feladatok, igazságügyi feladatok, ez a jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, hadigondozás. Igazából a hadigondozási törvény változása mutatott rá, hogy ez milyen mennyiségű feladatot eredményez. Itt a járáson belül közel volt
100 embernek sikerült hadigondozási ügyben eljárnunk, akinek a szülője vagy hadi rokkant volt, vagy elhalálozott, annak a kárpótlását a kormány jogszabályváltozás miatt lehetővé tette, és akinek van ilyen jellegű ismerőse hozzátartozója, szeretném felhívni a figyelmet, hogy az időkorlátozás nélkül bármikor betartható. Ugye feltétele, hogy a korabeli hatóságok alapján papírokkal kell megpróbálni ezt bizonyítani. Ez úgy gondolom az összes igazgatási feladat fölött a legszenzitívebb és a legnehezebb eljárási rend volt. Többen idős embereknek 70 év előtti dolgokat kellett megoldani. Én úgy gondolom, hogy ebbe maximális humánus hozzáállással sikerült szinte 99%-ának mindenkinek megállapítani ezt az ellátást. Folytatnám a feladatokat, szabásértési feladatok, szociális igazgatási feladatok, fogyasztóvédelem, köznevelési feladatok, temetkezési szolgáltatások, temetőssel kapcsolatos feladatok, egyéb állami igazgatási feladatok, ügysegéti rendszer működése. Az állam azzal, hogy ezeket az állami igazgatási feladatokat átvette a jegyzőtől, folyamatosan törekedik arra, hogy a földrajzi távolság ne jelentsen problémát azért, hogy az ügyeiket el tudjuk látni. Ezért fölmértük a településeknek az igényeit a polgármesterekkel történt egyeztetés alapján, és ügysegédi ügyfélfogadási rendet tartunk fel, tehát kimegy az ügysegéd, ott meg lehet keresni, nála nyomtatványok vannak, információt nyújt, és így Csikvárd, Felpész, Gyarmat, Gyömöre, Győrszemere, Móricida, Rába, Csécsény, Rába, Szentmihály és Szerecsény községekben tartunk fel egy-másfél órás igényeknek megfelelően ügysegédi rendszerben segítséget. Az elmúlt évben közel 250 ügyünk onnan származik, amit az ügysegéd hozott be. Több esetben információt nyújtott, hova kell fordulni, kit kell megkeresni, milyen ügyek kellenek az ügyeinknek az elintézése. A közigazgatási reform másik része a kormányablakok. Ugye a téti okmányozás kormányablaknak alakult, ez a kormányablakok kialakítása, ez a közigazgatás modernizációjának az első nagy lépése volt. 2011. január 1-én jött létre 29 integrált ügyfélszolgálat, úgynevezett első generációs kormányablak a megyékben, Győrben és Sopronban. Aztán kibővült úgynevezett másodgenerációs okmányiroda és kormányablak ügyek egy helyen, kormányablakok okmányiroda hálózat segítségével jöttek létre járási székhelyeken, és 2018-ban ma is láttam, 2019-ben ma is láttam, hogy újabb kormányablakokat adtak át. Az országban már 270 ilyen kormányablak működik. Az egyablakos ügyintézési rendszer új modelljeként működő kormányablakok jellemzői egyetlen helyen, kormányablakok helyétől függetlenül egységes szabványok szerint átláthatóan, hatékonyan és gyors ügyintézéssel látják a feladatokat. Az állampolgárok több csatornán tudnak kommunikálni az állammal, kormányablakokon keresztül, személyesen, ugye a telefonon, fölhívnám a 1818-at, azon információ nyújtásért fordulhatnak, bármiféle ügyel kapcsolatban általános tájékoztatást kaphatnak. Voltak benne kollégák is, meglepődtek, hogy milyen profi módon történik az a tájékoztatás nyújtásuk. Ugye megmaradt a levélben és az elektronikus úton történik kommunikáció. Azonban a kormányablakokban továbbra is legnagyobb szerepet a személyes ügyfélszolgálatnak van, kapcsolattartásnak van helye. A kormányablakokban működő legfontosabb szempont volt, hogy képzett, folyamatos ügyintézők legyenek a kormányablakokban, erre külön képzések indultak. Hosszabb ügyfélfogadási idő nyitvatartással állunk a lakosság rendelkezésére. Ez azt jelenti országosan, hogy hétfő és csütörtök az a nap, amikor a kormányablakok hosszított nyilvántartás vagy nyitvatartással működnek. Hétfőn 7-től 17-ig, csütörtökön 8-től 18-ig. És itt tényleg kedden 8-től 14-ig, szerdán 8-től 14-ig, pénteken meg 8-től 12-ig válik az ügyfeleket. A kormányablakokban az ország minden területen egységes standardok, egységes arculat lett képítve, így a téti kormányablak is átvette ezt a
egységes rendszer, tehát ha bemegyünk egy kormányablakba, ugyanazt a képet, ugyanazt a elintézhető ügykört, és ugyanazt a feladattípusoknak a segítségére találkozunk. Ugye beszéltem itt államreformokról, a 2011-ben az ügyfél kormányablakokban 29 ügytípus lehetett elvégezni, 2011-ben 52-t, 2013. január 1-től 149-et, 2016. január 1-től 673-at, jelen pillanatban 1624 féle ügytípusban vagyunk illetékesek. Az ügytípusok nem azt jelenti, hogy mindenféle ügyben mi magunk járunk el, hanem vannak kategóriák. Azonnal intézhető ügytípusok 54, saját hatáskörben intézhető ügytípusok 39, volt régben a továbbítás és a tájékoztatás nyújtás, ezt majd kifejtem, hogy ez hogy változott, valamint a hivatalból indító ügytípusok száma 13, kiegészítő szolgáltatások 22. Gyakorlatilag a szervezeti rendszer átalakítását egy jogi átalakítás is követte. Ugye a általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016 évi 150-es törvény értelmében 2018. január 1-től a kérelem illetékes hatóságnál, vagy ha a törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki, a kormányablakoknál terjeszthető elő. Tehát gyakorlatilag a kormányablak egy új általános befogadó hely lett. Tehát ha van valakinek valami ügye, és a kormányablak a törvény nem zárja ki, a kormányablaknál terjesztheti be, ezzel a jegyző általános kérelembefogadó jogköre megszűnt, tehát a kormányablakok továbbítják ezeket az ügyeket. Az azonnali ügytípusok, illetve a saját hatáskörben hozható ügyek a klasszikus okmányidős feladatok, közlekedési igazgatás ügyek, személyi okmányok, NEK, Nemzeti Egységes Kártya, diákigazolvány, oktatási igazolvány, polgárőrigazolvány, ügyfélkapunyítás, egyéni vállalkozó igazolvány. Az ügyfél részére tájékoztatást tudunk nyújtani. Van egy tudástárunk, amiben ha valaki bejön egy kérdéssel, akkor a kolléganő utána tud nézni, és tud segítséget adni az eljárás menetéről. Az eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről, valamint segítséget tud nyújtani a nyomtatványok kitöltésébe, vagy átadja neki a nyomtatványokat, hogy mikkel kell, hogy felkészüljenek. Ugye a továbbítás céljából felveszünk panaszokat, amennyiben például a hatósági osztályon olyan ügyekben szeretne eljárni, amikor már nincs ügyfélszolgálás, a szociális ügyeket is átvesszük és átjutatjuk nem csak a saját, hanem az illetékes hatósági osztályra az ügyeinket. Tajkártya, EU-kártya igényeket lehet előterjeszteni, családtámogatással kapcsolatos ügyeket, otthonteremtési támogatás, nyugellátással kapcsolatos ügyek, megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatos ellátások, fogyatékossági támogatásokkal kapcsolatos ügyek. Kiegészítő szolgáltatások, ugye az ügyfélkapu regisztráció, az építésügyi hatóságok során az ETDR rendszerbe történő adatfeltöltés, egészségbiztosítás, egészségügyi szolgáltatásra való nyilvántartásra való betekintés. A kormányablakok ugye folyamatosan egy modernizáción mentek keresztül, a mozgásában korlátozott ügyfeleket ügyintézés akadálymentesített, ügyintézői munkahely, fotókörüke segíti. A hallókészülékkel rendelkezőknek hangfrekvenciás, indukciós hullókkal rendelkezésre. A bakok és gyengéllátóknak ugye megfelelő vezető sávára rendelkezésre. Különféle szolgáltatásokat vezettünk be, bankkártyás fizetési lehetőség, PayPass, egyéb segítség, ami az ügyintézést megjósítja. Valamint minden kormányablakban, a bejáratnál itt téten is, van egy egységes, központilag és egyszerűen vezérhető ügyfélhívó berendezés, ami segíti az ügyfelek kényelmét. Ezek a technikai újítások és technikai eszközök jelentősen hozzájárulnak a közigazgatás átalakításához, de mint mondtam, a közigazgatás jogi környezete is átalakul. Az új szabályozás értelmében az általános közigazgatási rendtartás szerint az eljárási típusokat megkülönböztetjük
automatikus döntéshozatási eljárásokra, sommás eljárásokra és teljes eljárásokra. A kérelemre induló eljárások elsődlegességet élveznek. Az ügyintézés határidők jelentős mértékben változtak. 24 óra. Vannak olyan ügyeink, 24 óra alatt el kell látnunk, vannak 8 napon belül meghozott ügyeink, és vannak a bonyolultabb, összetettek ügyeink, azok 60 napok. Amennyiben a hivatal 8 napon belül nem hozza meg a döntését, úgynevezett függő hatályi döntés köteles kiadni, és amennyiben azt 60 nap alatt nem intézi el, 10.000 forint, ha az hatályban lép az a döntés, 10.000 forintot fizet a hivatal azért, hogy nem intézte az ügyét. Ez az ügyintézés nagyon feszes munkát kíván az itt dolgozóktól. Azt azért el tudnám mondani, hogy az ügyeink 78%-át 8 napon belül elintézzük. Ehhez a törvényi szabályozáshoz úgynevezett elektronikus ügyintézés lépett hatályba. Az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól. Ez ugye azt jelenti, hogy bizonyos szervek, vállalkozók, megadott költségvetési szervek, önkormányzatok csak elektronikus úton tudnak kapcsolatot létesíteni egymással. Ezek ugye nagyon meggyorsítják az ügyintézést, tehát ha valaki bead egy kérelmet és kell egy szakhatósági állásfoglalás, akkor nekünk azt 24 órán belül továbbítani kell az illetékes szervnek elektronikusan, és ugye válaszol nekünk, tehát ezért tudjuk elérni, hogy minél több ügyünk 8 napon belül megoldódjon. Valamint az ügyfelek is kérhetik azt, hogy nyilatkoznak az első, amikor beadnak egy kérelmet, akkor a határozatban megkeresztjük, hogy kívánnak elektronikus ügyintézéssel kapcsolatba állni, és úgy nyilatkoznak, hogy elektronikusan kívánnak kapcsolatba állni, ha van ügyfélkapujuk, akkor azzal a pillanatban elektronikus úton